Sziasztok és üdv újra itt a csatornámon! A mai videóban itt lesz velem Tina és Sisi. Sziasztok! És egy mondatos kihívást fogunk megcsinálni. Már sokszor emlegettem Sisit és Tinát itt a csatornámon, Sisivel volt korábban közös videóm is, viszont ugye mi együtt vagyunk a bukkesztes lányok, ahogy mindig szoktam rájuk hivatkozni itt a csatornán, illetve itt van Tina barátnőm, aki ugye a barátnőm Tina, csak nem tudom miért mindig így mondom a videóimban, és most meg fogjuk csinálni azt a kihívást, hogy kiválogattunk bukkesztes közös könyvekből, illetve olyan könyvekből, amiket említettünk az eddigi bukkesztek során, olyan idézeteket, ami alapján ki kell majd találnia a más hogy melyik könyvről van szó. Igazából 5-5 idézetet választottunk ki, és próbáltunk azért olyanokat választani, amik egy kicsit úgy segítenek is, hogy melyik könyv lehet, de én előre láthatólag elmondom, hogy szerintem borzalmasan fogunk teljesíteni, de semmi baj, szerintem ne is húzzuk tovább a szót, és kezdjünk bele. Na hát az első idézetet Sisinek fogom felolvasni. Ez az idézet így szól. A sereg, amelyik nem a mennybe, de nem is a pokolban született. És ez bukkesztes. Igen, említettük a bukkesztbe. Ez nem közös könyv, hanem egy téma kapcsán beszéltünk róla. Még egyszer kérhetem. A sereg, amelyik nem a mennybe, de nem is a pokolban született. Most nem tudom, de először a Akotár jutott eszembe, de szerintem nem. Nem, de nagyon szereted ezt a trilógiát. Trilógia. Hát angyalos könyv, nem? Igen. Angel Fall? Nem. Hát, te tudod amúgy melyik? Én, nekem van tippem, de nem akarok. Pokoli szerkezetek? Igen. És melyik része? Joe. Hát, mivel három darab van, azért igazából megtippeltet, hogy szerinted melyik? Harmadik. Nem. Akkor az első? Igen. Kitaláltad. Hát, van Sisinek. Yay! Tina, a te mondatod, minden erő legnagyobb vonzereje a szegénység. Hűha. Szegénység? Igen. Ez a kisasszonyom. Igen. Na, Tina sokkal jobb volt. Na, szerintem Tinát kizárjuk a játékba, mert csal. Na, Tina, olvasd akkor nekem. Neked is van egy jó. Biztosan tudom. Vannak olyan csókok, amelyek megállítják a világot. És ez közös könyv volt, vagy havi téma? Igen, ez közös könyv volt. Nem mézeshetek. Nem. Milyen közös könyvünk volt? Már el is felejtettem őket, már ilyen. Volt a Holtsugár könyves volt, rejtélyei. Ez most így eszembe jutott. Igen. Ez az nekem is egy pontom, ilyen. Eddig olyan kínosnak érzem ezt a videót, nem tudom miért. Így szól a mondatod. A hang egy lélegzetelállító hintóról érkezett, amely észrevétlenül állt meg mögöttük. Hűha. Ez közös könyv, vagy valami összefügg? Téma volt. Jó. Téma volt, és még nem segítek először mondani, hogy kicsit. Lélegzett elállító hintó. Ez egy fantazi? Nem tudom. Ez csak te olvastam. Csak én olvastam? Te jó. Csak én olvastam, tehát ez összegzésben beszéltem róla. Igen, és nagyon odáig voltál érte. Szerintem ez a februári bukkesztünkben volt, a romantikus könyves. A hozományvadászok kíméljenek? Nem. Na ennyit arról, hogy jó leszek ebben a témában. Egy ilyen régi korban játszódó, és most már a következőt elmondom, tuti kitalálod, de egy nő van a borítón. Egy ilyen... Várjál! A Lélektelen? Igen. A sorozat? Az első része, az első. Mondanom én. Tényleg abban is vannak hintók. Egyébként ez fantasy. Fantasy? Na. Ti azt csináltok, amit akartok, de én itt fogom tartani a könyvemet az asztalon, és minden reggel olvasok egy keveset ébredés után, mert biztos vagyok benne, hogy jót fog tenni, és átsegít a napon. Ezt tudom, hogy mi. Ez közös könyv. Uh-huh. Holtsugár könyves volt rejtélyei? Nem. Könyv. Miben olvasnak még könyvet? Kisasszonyok? Igen. Tök viccesettek. Ugyanabból hoztuk az elsőt. Igen. Maguk újságírók mindenből a legrosszabbat látják. Közös könyv volt. Együtt vagy Tinával? Vagy mi? Szerintem, hogy, mert, hogy amikor még csak kette három, akkor ez a Brooklyni lány. Igen. Volt egy másik tippem, de azt nem mertem mondani. 20 szavát meg fogsz utálni, de amúgy ebben is van egy kis nyom, szóval nagyon figyelmesen hallgass. A lakosság a városban maradt, működtek a kórházak és a kávéházak, és a tüzérségük a mellékutcákban, továbbá a bordélyházak is, mégpedig kettő, egyik a legénységnek, másik a tiszteknek. Ez a Neil Gaiman könyv.
aminek nem jut eszembe a címe. Neil Gaiman, nem is olvastunk Neil Gaiman. A piros borítós könyv. Nagyon nem Neil Gaiman, de... Azt nem az volt? Nem, ez egy klasszikus. Ebben a könyvtárban csináltuk a közös képet róla. Azt én csináltam. És nem tudom melyik könyv ez. Pedig nem is és nem olvastad végig. Igen, akkor az van, amire gondolok, csak nem jut eszembe a címe. Valami fegyver. Igen. Az baj, hogy azt nagyon nem szerettem azt a könyvet. És már el is ajándékoztam. Mondom, előttem van a borító, majd minden, csak nem jut eszembe a címe. Nem tudom, valamilyen fegyver. Búcsú a fegyverektől. És nem Neil Gaiman írta, hanem Hemingway. Ennyire fogott meg az a könyv, igen. Hát nem a legjobb könyvetek volt az a... Ez már nem kezdve. Az életben sok nehéz pillanatunk van, de mindet el tudjuk viselni, ha tudjuk, honnan kérjük a segítséget. Ez a kisasszony. Igen, a kisasszonyok. Egyébként a kisasszonyokat könnyű kitalálni, mert azért nagy életbölcsességek, amik benne vannak, azok alapján ki lehet találni. Na, akkor most én olvasok neked. Az ilyen szívet tépő képek mindig eszembe juttatták, hogy sokáig gyűlöltem a fényképező képeket, a kegyetlen masinákat, amelyek nosztalgiákat ébresztenek az emberben. Nem a kis tüzet mindenütt. Akkor mi? Közös könyv volt? Mm-hmm. Nem mézeshetek? Hol sugárkönyvben nem volt, tudom. Hú, várjál csak, mik voltak még itt. Hoztam egy segítséget, hogyha ebből. Meg gondoltam, hogy a fényképezőgép egy kicsit félre tud majd vinni. Hát igen, félrevitt. Most egy nem fog eszembe jutni. Maga író. Azzal keresi a pénzt, hogy szép történeteket talál ki. Látszik, hogy nem olvasta a regényeit. Ez a Brooklyn Line, mi? Igen. Én tudtam. Az első. Fényképezőgép. Milyen fényképezőgép volt abban? Jaj! Úristen! Na jó. Ez most fájt még, magamnak is fájt így utólag, nem mindegy. Néha egyszer csak feltűnik valaki melletted, és onnantól nem érted, hogy hogy élhettél eddig nélküle. Ez nem közös könyv volt, hanem... Ez a deal. Igen. Ezt úgy tudtam, hogy ki fogod találni. Yes. Az emberi lélek mélyén erőszak, agresszivitás, halálösztön rejtőzik, és a vágy, hogy megalázza a másikat, és uralkodjon felette. Jó. Ó, én szerintem tudom. Ez közös könyv volt? Csumd meg a kamerának. Én is. Mert direkt nem akartam úgy mondani, hogy érthető legyen. De lett nem az amúgy. Szóval ez közös könyv volt? Igen. Idén? Vagy valamit, hogy igen. Tavaly? Igen, idén, tavaly, 2022-ben. Akkor lehet rossz úgy, hogy hát, akkor valószínűleg, mert ez egy tavalyi közös könyvünk. Brooklyn Milány? Igen. Az. Az élet bajunk arra tippeltem. Valamilyen. Jó, akkor én olvasok Masszisinek. Szerintem azt nagyon gyorsan ki fogod találni. Nevetés csiklandozza a torkomat, miközben próbálom belőni, mennyire lehet részeg. A skálámon az 1-es a józan, a 10-es pedig a pucéron ébredtem Portlandben, és gőzöm sincs, hogy kerültem ide. Nem? Azt hittem egyből kitalálod. Ez a Off Campusnak a harmadik része? Nem, Off Campus, de nem a harmadik. Akkor az első. Igen. Mindenképp úgy intézzük, hogy a jövő nekünk kedvezzen. Akkor is, ha porig kell égetnünk az egész világot. Ha porig kell égetnünk a kis tüzet mindenütt? Nem. Közös könyv volt? Téma volt. Téma volt, de kaptunk hozzá könyveket. Ez a pillanat kell a célig? Igen. Ha? Megvadult zsiráfok sem szedhetik ki belőlem. Én ezt szerintem tudom. Nem mézesetek. Megvadult zsiráfok. És ez is közös könyv? Uh-huh. Én elfelejtettem, miket olvastam. Mik voltak? Harry Potter is volt. Harry Potter hónap. Hát legendás állatok, én ja. Azért nem is írtam. Mert az csak a film volt, ugye? Ebből én is hoztam. Harry Pottert most számíztuk ebből a videóban. Ha csak egy már aki? Én hoztam egyet valakinek. Nem mondom már. Kéred a segítséget? Igen, mert én ezt nem tudom. Az ember másként fut neki, ha tudja, úgysem marad sokáig, akkor nem kell mások véleményével foglalkoznia, hiszen hamarosan távozik. Ez a kis tüzet mindenütt. Okay. Mert ezt a mondatot én sem úgy hozni akartam, és végül nem hoztam. Mert ő benne volt, hogy úgyis hamar távozik. Igen, igen. Hát de mondtam akartam. A segítségnek. Zsiráfok, ilyen jó vicc volt benne, nem is emlékszem rá. Ott van az otthonunk, ahol a könyveinket őrizzük. Az a holcsugárkönyves volt. Ó, ezt én is akartam. Igen. Lehetséges, hogy minden egyes eddigi alkalommal, amikor úgy éreztem, hogy fel akarnám pofozni, igazából csak minél közelebb szerettem volna kerülni hozzá.
Azt hiszem, tudom. Ezt Sziszinek hoztam nem neked. Akkor tippelhetek? Tippelj. Ez az nem obszidián. Nem mézesetek. A nem mézesetek. Obszidián. Nem tudom, csak mondom valamit már. Már Sziszinek hoztad, akkor már gondoltam. Hát amúgy nem tudtam volna szerintem kitalálni. Na mindegy. Akkor most olvasom fel a tiédet? Ha már így véletlenül Sziszit olvastam fel? Na jó. Az emberek káprázatosan ügyesek és leleményesek, de roppant veszekedősek is. Ez közös könyv. Ez az a könyv, amit még ti olvastatok csak ketten. Ez a Grimiás barátnő? Nem. Egy asszony? Még egyszer elolvasod, elfelejtettem amúgy. Az emberek káprázatosan ügyesek és leleményesek, de roppant veszekedősek is. Ajaj, lát nem fogom tudni. Van egy segítség, aki. Szomorú tény, hogyha valami értékessé válik, az mindjárt felébreszti az emberekben a mohóságot. Ez a David Attenborough könyv? Mert amúgy gondoltam, hogy mondom majd, de aztán meg így milyen biztos, hogy nem volt benne, de ezek szerint volt. De próbáltam olyat keresni, amiben nincs benne a biodiverzitás, a föld. Hát igen, nehéz. Ha vadítsuk. Mondom, olyat keresek, amiben ezek a Csernobil. Sosem felejtem el azt a pillanatot, az utolsót, amikor boldogok voltunk. Közös könyv volt. Szerettük mind a hárman ezt a könyvet. Ez a kínos csend. Igen. Férfi a főszereplő. Oké. Okay. Tina, hány férfi főszereplő volt ebben az évben? Igen. Oh. Brooklyn. Oh. Jó. Mert a boldogok voltunkból is arra tippeltem, mert ugye ott van köztük egy ilyen. De erre nem emlékszem tökre, ezt most csak a férfi főszereplő miatt találtam ki. A legégetőbb politikai kérdés még néhány hétig legalábbis az volt, milyen nevet ad majd Clinton elnök az új kutyájának. Ez a kis tüzek nem. Ezt én is akartam választani. Hát jó. Most hosszant, hogy kitalálom? Ez csalás. Na mindegy. Majd legközelebb. Kemény gyors puszit nyom az arcomra, én pedig uralkodom magamon, hogy ne ránduljak meg úgy, mintha egy döglött gyíkkal csaptak volna képen. Hú, ez nagyon ismerős valahonnan ez az idézet. Döglött gyík? Ez közös könyv volt? Vagy? Aha. És csak ketten olvastuk? Nem, hárman. Hárman? Új. Na várjál csak. Poénból ítélve. Ah, nem mézesetek? Igen. Én valami fantasyt akartam elhozni, nem tudom miért. Hát ha abban a világban ez a normális. Csók és döglődik. Ja. Nem biztos lenne olyan világ egyébként, ahol már ezt kitaláltak. Nem szólok bele, de titokban Fitzel egyetértek. A könyv tényleg sokkal jobb. Most kimondtad nevét, vagy csak hülye vagyok, és úgy hallottam. Ki volt? Mondtam egy nevet, igen. Fitz. Az Off Campus. Hát ez a negyedik része, gondolom. Akkor a harmadik. Igen, a kedvenced. Sziszinek is a kedvencéből hoztam meg neked is. Én egyetlen egy Off Campus nem hoztam most, úgy döntöttem. Nem baj, hoztunk mi eleget. Ja, az biztos. Valakinek a bevásárló kosara előre szánkázott a jármű orrába, s ott kiborult, aminek következtében békapetében és krémpudingban fuldokló csótányok ropogtak a felszállók talpa alatt. Ez nagyon gusta volt, tudom. Mint egy gyíkok. Nem tudom miért, de a kis tüzek mindenütt jutott a szembe. A bevásárlásról. Nem. Békapete. Krémpuding. Ez közös könyv volt? Nem. Ja, csak említve lett? Igen. Ez az a könyv, amiből ti ketten nem hoztatok, de én hoztam. Az az univerzum. Abban van 7 darab könyv. 7 könyv. Egy fiú. Hát, a kiválasztott. Szerintem te is tudod, csak Harry most... Harry Potter. De hanyadik része, mert nem az elsőből hoztam direkt. Mit tudom én? 5? Igen. Észreveszem, hogy fejjel lefelé fogja a mesekönyvet, de nem fordítom meg. Lehet, hogy így szebb lesz a mese. Közös könyv volt. Igen, de még akkor, amikor én nem voltam benne a bookcastben. Ja. Elég szép időnk. Állod a szeretet. Brilliás barátom. Nem. Nem? Kérdez segítség. Igen. Tudom melyik. Az első perctől valami fura összetartás, láthatatlan kötelék formálódott közöttünk. Érdekes közösség, ahol szinte érzelmek nélkül vitattuk meg halálos betegség tüneteket. Május környékén volt az a könyv. Egy magyar író. Egy asszony. Mielőtt kimondtad, hogy magyar író, már akkor gondoltam, csak nem jutott hirtelen eszembe a címe. Sziszi egy kicsit beteg. Mármint, hogy nem beteg, hanem hogy
Kicsit beallassunk. Hogy kicsit meg van fázva. Igen, nem funkcionál az agyam rendesen. Azért vagyunk boldogok, mert azok akarunk lenni. Ha, ez Tucker könyvvel az okamkultó. Mi az? Ez az egyik kedvenc idézetem belőle. Igen. Ez nagyon jó. Az. Én most már azt mondom nektek, hogy jönnének az utolsó idézetek. Ez amúgy, ezt ki fogod találni. Az ő hibája, hogy elvesztettük az életkedvünket, hogy nem hittünk a jövőben, és teljesen elbizonytalanodtunk. Tehát azt hittem, hogy ezt nagyon gyorsan ki fogod találni. Ezt egy párszor elmondtátok már ma. Ez nem kifejezetten közös könyv volt, ez egy ilyen említés volt. Volt egy olyan adásunk, amiben a kedvenc féléves könyveinket hoztuk el. 5 könyvet. Uh-huh. És neked ez volt az egyik. Ez amikor még én nem voltam. Ó, hát ez régen volt. De ez egy kifejezetten olyan könyv, amit szeretsz. És az évvégi összegző videódban is benne volt, hogy ez az év kedvenc könyve. Az egyik kedvenc könyve. Cinder? Nem, hát most gondolom, Sisi, hallgass már végig. Az ő hibája, hogy elvesztettük az életkedvünket. Hogy nem hittünk a jövőben, és teljesen elbizonytalanodtunk. Ez nagyon kellemes idézet. Ezt most én sem tudom. Mert te nem olvastad, tudom. De te szereted nagyon. Egy ilyen, jó, akkor megmondom, ilyen kicsi zöld könyv. Ja, semmi. Igen. Hát ezt nem találtam volna. Pedig direkt meg itt tizeltem, hogy hát ez tök könnyű lesz, ezt nem akarom belemni. De mindegyik ezt mondtad, hát jó, de ez már, hogy az ő hibája, hogy elvesztettük az életkedvünket, így gondoltam, rájön meg a Pierre Anton, és akkor mondtatok. Akkor én is mondok Sisinek egy utolsót. Már csak ez van. Nehezedre esett megtalálni a házat? Eléggé, de miután kikapcsoltam a GPS-t, azonnal rábukkantam. Ez közös könyv volt? Igen. Úristen. Brooke Lillinai. Nem. Kell a segítség, mert most így felolvasva lehet, hogy én se találom. Felnőtt korában először egyetlen idézetet sem talált, mert semmi az irodalomban nem fejezhette ki azt a határtalan boldogságot, amit érzett. Hol csugárkönyves volt? Volt ez a fej. Igen. És így én a végére értem, és tulajdonképpen mindenki mindent kitalált nálam. Nem véletlenül vannak szabályok. Ha betartjuk őket, sikeresek leszünk, ha nem, akkor esetleg porig égetjük a világot. Közös könyv volt. Porig égetjük a világot? Hát akkor az a kis tüzek. Igen. Na, akkor én olvasok egyet, úgy jó, Tinának olvasom, nem is neked az utolsó. Ja, az előbb azt mondod, hogy nekem már nincs. Ja, tényleg. Ha. Jó van. Na, akkor Tina. Igen. Felkészültél? Fogjuk. Mindketten elkezdtünk felnőni. Ennyi? Hát igazából ez egy mondat, de mivel jó fej vagyok, ezért felolvasom a maradékot is. Hagyjuk, hogy bizonyos emberek megbűhődjenek a döntéseik miatt, másoknak viszont hagyjuk, hogy jóvá tegyék a hibáikat. Hűha! Volt az örökös? Van még egy. Ez muszó. Mondd meg. Nem. Hát mi? Mindegyikből hoztál egyet? Mert akkor ki tudom zárni a többit. Vagy csak így random hoztál idézetet? Random hoztam, de két és egy könyvből kettő ugyanilyet nem hoztam. Uh-huh. Akkor nem mézesed? Jó, mert már csak ez maradt. Igen. Ezt én kérdeztem. Én is végeztem. Akkor még nekem van egy. A képtelenség pedig nem más, mint az elképzelhető, amit egyelőre még elképzelhetetlennek találsz. Ja, ez nagyon ismerős. Ez közös könyv volt. Igen. És akkor... És nem volt, igen. Hú, várjál. Akkor meg se próbáltam. Ez az izé, a fiú, akit karácsonynak hívnak. Igen. Ezt tudtam. Ezt amúgy gondoltam, hogy ki fogod találni. Igen, ez olyan, mint Tinának Tucker. Ja. Tucker könyve. Na, végére értünk. Ügyesek voltunk azért. Én nem úgy azt hittem, hogy egyet nem fogunk kitalálni. Jó, hát amúgy nagyon sokat segítettünk azért egymásnak. Mi szeretjük egymást, még ha most nem is tűnik úgy. Na, ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Szerintem tök különleges volt, hogy most így a podcast felvételünk után beültünk ide, és akkor kamera előtt is játszottunk egy jót, és szerintem tök jó volt ez a videó, szóval még biztosan meg foglak titeket invitálni a csatornámra. Az előbb nem ezt mondtad. Jaj, Istenem. De miért akartam én ezt a közös videót? Mindegy. Szóval a lényeg az, hogy most pénteken fog majd kimenni a BookCast epizódunk, amiben a lányokkal képregényekről beszélgettünk, és az egyik közös könyvünk, amit olvastunk, a könyvmai képzőtől kaptuk egyébként ezt a könyvet, ez az egy Ilyen nap című kötet, amit Yehuda és Maya Devir készítettek. Ugye ők egy nagyon híres
pár az Instagramon illusztrációkat szoktak csinálni, és most kiadták ezt egyébként egy ilyen album formájában, nagyon-nagyon élveztük, és több képregényről is beszélgettünk egyébként a Bookcastben, amit meg tudtok majd hallgatni egyébként a YouTube csatornánkon, illetve fent Spotify-on is, valamint van egy Instagram oldalunk, egyébként mindent belinkelek majd a leírásba, szerintem egyébként érdemes minket követni, ugyanis szoktak lenni nyereményjátékaink, illetve ilyen kis nyalánkságokat szoktunk készíteni, mint ez a videó, vagy hát mostantól fogom majd készíteni ilyeneket, mert egyébként én nagyon jól szórakoztam. Remélem, hogy nektek is tetszett, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.